A másik szolgálat. Költséghatékonyság miatt tavaly októberben zárták be a hévízi épületet, azóta Keszthelyről indulva látták el Hévízt és térségét a fürdővárosi rendőrök. Ebben az időszakban itt nem történt közterületi bűncselekmény. Ez nagy mértékben megkönnyíti a munkánkat, mert reggel itt kezdődik a szolgálat, itt fejeződik be. Ha az állampolgárnak szüksége van rendőri segítségre, az ajtónk nyitva áll. Eddig az a mód volt, hogy a mobiltelefon kint volt, a száma kint volt az ajtón, és azon tudtunk segítséget nyújtani, vagy a 112-t hívták az állampolgárok. A visszaköltözés azt is jelenti, mostantól még többet lesznek a körzetben, hiszen nem vesznek el percek, negyed órák a keszthelyi munkakezdéssel. Továbbra is nagy probléma a parkolási rend betartása. Kérek mindenkit, hogy a kijelölt parkolóhelyeken parkoljanak. Kollégáimnak azt utasítást adtam, hogy szigorúan tartassák be a rendet, mert nagyon sokszor kaotikus állapotok vannak Hévízen. A rendőrök tehát a jövőben még szigorúbban figyelnek erre, mert a jelenlegi gyakorlat nem vet jó fényt sem a városra, sem a rendőrségre, tette hozzá Lágler Róbert.